A Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium legutóbbi előadása a magyar egészségügy helyzetéről egy aktuális és fontos témáról szólt. Az egészségügy jelene és jövője. Nem elég arról beszélni, hogy az egészségügyet fejleszteni kell, hogy az egészségügynek milyen hiányosságai vannak. Én fontosnak tartom azt, hogy valóban tisztában legyünk azzal, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban van a magyar egészségügy. Örök téma, ami valamennyi kormány mindenkori felelőssége is. Arra voltunk kíváncsiak Takács Péter államtitkártól, hogy a rendszerváltás óta volt-e olyan kormány, aki hathatósan beavatkozott az egészségügybe, és szükség van-e erre? Szükség mindenképpen van rá, de talán a mostani ciklus megelőzően vagy a politikai bátorság nem volt meg hozzá, vagy egyéb elhatározás, szakmai elhatározás hiányzott. Én azt hiszem, hogy most minden összeállt. Tehát, hogyha megnézzük ezt a kormányzati ciklust, sőt, mert igazából a Covid uralta éveket is, akkor van egy nagyon határozott elképzelésünk, hogy hogyan tudunk modern, ütésálló, a mindenkori kihívásokhoz, akár a járványok korához alkalmazkodó egészségügyi rendszert létrehozni. A kerekasztal beszélgetés során a felek érintették az egészségügy aktuális helyzetét, a dolgozói bérek és a munkakörülmények alakulását is. Magyar kormány egy robusztus és erős állami egészségügyi ellátórendszerben hisz. Tehát azok a rémhírek, hogy a magánellátásba akarjuk terelni a beteget, meg lehetetlen a magyar orvoshoz bejutni, lehetetlen Magyarországon normális ellátást kapni, ezeket fogjuk itt cáfolni, egy közös gondolkodásra hívunk itt mindenkit, egyébként a vármegyei ellátó képviselőivel, itt a kórház főigazgatója, itt van a házi orvosok képviselőjében a kollegiális vezető. Szó volt továbbá a magánegészségügy szerepéről Magyarországon, valamint a megvalósult és tervezett fejlesztésekről, szakember hiányról, az egészségügyi ágazat jövőbeni kilátásairól és megoldásokról.